Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Gulyás Anita vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Országos jótékonysági vadászat, 6-szor több adomány gyűlt össze Tolna megyében, mint tavaly. Együnk együtt egyformát, 1500 adag étel készült idén. Sok dolguk volt a rendőröknek, verekedések és balesetek is történtek Tolna megyében karácsonykor. Nagy károkat okozott az aszály, gyenge lett a kukorica termés 2022-ben. Tolna megyében 6-szor több adomány gyűlt össze, mint tavaly az idei országos jótékonysági vadászaton. Az eseményen Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett. Ő hangsúlyozta, fontos, hogy egy közösség mindig követendő példát mutasson a társadalom számára. 28 darab lőállás ki van jelölve, aki oda kerül azokra a lőállásra, azok nem hagyják el a helyüket a vadászat végéig. A többiek pedig hajtani fognak. A balesetvédelmi oktatást követően már indultak is a vadászok az erdőbe. Idén többek között Alsónyék volt az immáron 10. alkalommal megrendezett országos jótékonysági vadászat egyik helyszíne. Zsikó Zoltán, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke elmondta, hogy a megyében ebben az évben meg 6-szorozták a tavalyi adomány összegét. Ma Tolna megyében 3 helyen történik vadászat. Szálkán nagyvadvadászat történik egyéni lesvadászat keretében. A Regői Kaposkoppány vadásztársaságnál körülbelül 30-35 fő vesz részt a vadászaton, és itt Alsónyéken is 35 fő vesz részt a vadászaton ma Tolna megyébe. A célunk az, hogy a következő évben több településen is induljon majd útjára az országos jótékonysági vadászat. A jótékonysági vadászatból befolyt összeget Tolnában a Balassa János Kórház gyermekosztályának szánják. Az akción Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett. Ő hangsúlyozta, fontos, hogy egy közösség mindig követendő példát mutasson a társadalom számára. Amellett, hogy a természet tisztelete, a vad tisztelete, és ez a több mint 1000 éves magyar hagyománynak a folytatása, emellett jótékonykodás a fő cél, és ezzel én azt gondolom, hogy erősítjük a vadászat megítélését, tehát egyre pozitívabb a vadásztársadalomnak a megítélése, és azt gondolom, hogy ezek az adományok nagyon jó helyre kerülnek. A 10. jubileumi országos jótékonysági vadászat eredményeként ezúttal több mint 40 millió forintnyi adományt juttat el a magyar vadásztársadalom az egészségügybe. A vidéki üzemanyag ellátás zavartalanságának garantálása érdekében a kormány célzott segítséget nyújtott a kis benzinkutakat üzemeltető hazai kis- és középvállalkozásoknak, közölte Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter. A közlemény szerint a támogatási program 2022. márciusától kezdve 3 ütemben került meghirdetésre. Az érintett vállalkozások a március és szeptember közötti hónapokra részesülhettek forgalomarányos, vissza nem térítendő támogatásban, amelynek mértéke literenként 20 forintot tett ki. Az ellátás biztonságot garantáló program utolsó július, augusztus és szeptember hónapokat érintő ütemében 467 vállalkozás számára 6,24 milliárd forintot biztosít a kormány. E támogatások kifizetése a napokban megkezdődött, tájékoztattak. A teljes 7 hónapot felölelő időszakban összességében 554 vállalkozás részesülhetett mintegy 17,15 milliárd forintnyi támogatásban. 1500 adag babgulyás készült december 24-én Bátaszéken. Az Együnk Együtt Egyformát kezdeményezést 5 éve indították el. Ez idő alatt megötszöröződött az étel mennyisége. A megmozdulás sajátossága, hogy nem csak a rászorulók kapnak az elkészített levesből és az édességadományokból. December 24-e, éjjel 1 óra van. Készen állnak a bográcsok, indulhat a főzés. Az Együnk Együtt Egyformát nevű kezdeményezést immáron 5. éve rendezik meg Bátaszéken. Többen már a kezdetektől részt vesznek a nem mindennapi főzésben. A Nándit nagyon régóta ismerem, és amikor én meghallottam, hogy ez van, akkor ez egyértelmű volt, hogy én is szeretnék csatlakozni ehhez a csapathoz, és nagyon jó érzés az, hogy itt hiába kelünk korán, 2 órakor, de öröm,
öröm itt látni ezt a sok sürgőforgó embert, aki szeretne jót tenni. Nagyon szeretem ezt csinálni, minden évben nagyon várom, szeretek segíteni, nem csak a rászoruló embereknek, hanem az összes embernek, ez nekem nagyon jó, én ezt szeretem csinálni. Nekem nagyon jó érzés, hogy jobb valakinek adni valamit, mint kapni. És én azt kapom vissza ettől, hogy látom, hogy boldogok és jó karácsonyt tudunk nekik szerezni, ruhákkal, esetleg ugye géppel, sütivel, étellel. Volt, amikor karácsonyfát osztottunk, lisztet. A kezdeményezés indításakor 300 adag ételt készítettek, az utóbbi 3 évben 1300-ra nőtt az adagszám. Akkor azt gondolták, ez a maximum, amit elbírnak, azonban az idén ez megdőlt. Ilyen kettős érzelmeim vannak, mert többet kellett csinálni. Tehát többet csináltunk. Most 8 bográccsal csináltunk, tehát ez 1400-1500 közötti mennyiség, de örömmel tesszük. A közel 1500 adag főtétel mellett ruhát, apró süteményt, szaloncukrot és gyümölcsöt is osztottak nem csak a rászorulóknak, hanem az arra járóknak is. Nem kizárólag a rászorulókat célozzuk meg, hanem szeretnénk egy olyan napot ebből kihozni, hogy december 24-én legyen tényleg együtt a falu, illetve aki erre jár, ami azt jelenti, hogy előttünk elmenőt megszólítjuk, természetesen nem erőszakoskodunk, de én úgy látom, hogy egyre jobban fogadják. Ilyenkor azokra is gondolnak, akik még december 24-ét munkával töltik. Így a város minden boltjába, az orvosi rendelőbe, a mentő és tűzoltóállomásra is szállítanak a babgulyásból, hogy segítsék őket az ünnepi ráhangolódásban. A kormánynak 2022-ben is Magyarország biztonsága volt az első, a háború ügyében a békét szorgalmazzuk, a migráció ügyében pedig Európa védelmét jelentette ki a belügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfői videónyilatkozatában. Rétvári Bence a kormány közösségi oldalára feltöltött videóban arról beszélt, 2015 óta szinte teljes mértékben magyar forrásból biztosítják Európa déli határszakaszának védelmét, és a nyomás a déli határszakaszon évről évre nő. Míg 2 évvel ezelőtt 46 ezeren akartak átjönni a határon, tavaly 122 ezeren, az idén pedig több mint 260 ezer illegális határátlépési kísérletet akadályoztak meg a magyar rendőrök, katonák és határvadászok. Hozzátette, sokszor felfegyverkezve, fegyverekkel, szúró, vágó eszközökkel ostromolják a magyar déli határt, amelyet hősiesen és higgadtan védenek az egyenruhások. Az államtitkár rámutatott, ma már minden 9. rab a magyar börtönökben embercsempész, és jól látni, hogy ezek a bűnszervezetek milyen óriási hasznot húznak az illegális migrációból. Petárdázni idén szilveszterkor is tilos, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kedden. Az 1-es és 2-es pirotechnikai osztályba sorolt tűzijátékokhoz egész évben hozzá lehet jutni, de a 3-as osztályba sorolt termékek csak december 28-a és 31-e között vásárolhatók, írták. A 3-as osztályba sorolt tűzijátékok december 31-én 18 óra és január 1-én 6 óra között használhatók, ehhez engedély nem kell, közölte az ORFK. A fel nem használt 3-as pirotechnikai osztályba tartozó, illetve bármely hibás vagy lejárt szavatosságú terméket szilveszter után 5 napon belül vissza kell vinni a forgalmazónak, aki köteles azt térítésmentesen visszavenni. Arra is figyelmeztettek, hogy a tűzi játékokat távol kell tartani más tűzveszélyes anyagoktól. Gyermekek elől mindig legyen elzárva, tanácsolták. Petárdázni, ahogy a korábbi években idén is tilos, annak birtoklása is tiltott. Aki ezt a tilalmat megszegi és petárdázik, szabálysértést követel, ami 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Sok munkájuk volt a rendőröknek az elmúlt hétvégén Tolna megyében. Verekedések és balesetek is bőven akadtak a karácsonyi időszak alatt.
Beton Gyuri állította meg az árokba hajtott autó Csiagádnál, a 23 éves sofőr nem volt bekötve, súlyosan megsérült, de nem ez volt az egyetlen hasonló baleset az ünnepi hétvégén, bőven akadt dolguk a rendőröknek a karácsonyi időszak alatt. Egy alsónánai férfi közlekedett Sárpilis belterületén, amikor a sebességét nem megfelelően választotta meg, letért az útról, ezt követően visszakormányozta járművét, áttért a szemközti forgalmi sávba, majd az árokba borult. Ennek az autónak a vezetője is súlyosan sérült meg a balesetben. Iregszemcse térségében pedig egy előzés végződött ütközéssel, ott ketten könnyebben sérültek meg. A kollégáimnak az elmúlt napokban baleseteken kívül több verekedéshez is ki kellett vonulniuk, több alkalommal kellett indítaniuk eljárás súlyos testi sértés kísérlete, valamint gadázdaság elkövetése miatt. Ezek mellett még egy olyan sofőrt is elfogtak a rendőrök az elmúlt napokban, aki eltiltás hatálya alatt rendszám nélküli autóval közlekedett. Piaci becslések szerint csaknem 100 ezer gépjármű tulajdonos mondta fel december 1-ig az évvégén lejáró kötelező biztosítását. Nekik december 31-e éjfélig kell új biztosítási szerződést kötniük, hívja fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A szervezet közleményében hangsúlyozta, aki az új szerződés megkötését elmulasztja, már január 1-től fedezet nélkül marad. Ezzel súlyos kockázatot vállal, emellett a normál díj többszörösét lesz kénytelen utólag megfizetni a fedezetlenségi díjra vonatkozó szabályok szerint. Az első díjrészlet befizetésére a szerződést váltó autósoknak március 1-ig van lehetőségük. A közös ünneplés Nagyszokolyon sem maradt el. Karácsonyi dallamoktól volt hangos a település központja, ahol a gyerekek igyekeztek igazi ünnepi hangulatot teremteni műsorukkal. A szeretett vendégségről az önkormányzat gondoskodott, ahol a forró italok mellett felajánlásokból pogácsa és sütemény is várt a jelenlévőkre. A délutánt pedig a fényfűzérekkel feldíszített traktorok felvonulása zárta. Drámaian gyenge kukorica termést eredményezett az Aszály 2022-ben. Vendég Edita, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei igazgatója elmondta, a tavalyi termés átlag kevesebb, mint fele jött össze a legutóbbi szezonban. Nem zártak túl jó évet a gazdák 2022-ben. A kialakult energiaválság és gázolaj hiány is hatással volt a mindennapjaikra, de legjobban a közel 100 éve nem tapasztalt aszályos időjárás miatt fájt a mezőgazdászok feje. Kukorica vonatkozásában a több éves megyei átlag az ilyen 8,7-8,8 tonna, most pedig 3,4 tonnára csökkent a megyei átlag, és ugye sajnos itt az is elmondható, hogy a megyének voltak olyan részei, ahol szinte nem is lehetett, nem is volt érdemes aratni a kukoricát. Hiszen drágább lett volna a gépi munka, mint amit összesen hozhatott volna a betakarított termés. A kukoricán kívül a napraforgó is hasonlóképp megsínlette a száraz időjárást, a búzával azonban a legtöbb helyen nem volt akkora gond. Az ősz az csapadékosabb volt, mint az elmúlt évben, úgyhogy bízunk benne, hogy még fogunk téli csapadékot is kapni, és ezáltal a talajaink feltöltődnek, és egy jobb kezdetek, tehát jobb tavaszi kezdettel indulnak majd a növénykultúrák, és bízunk benne, hogy tényleg a 2023-as aratás az sokkal vidámabb lesz, mint az idei volt. Bár az időjárás kiszámíthatatlan, a gazdáknak lassan el kell dönteniük, hogy mit vállalnak 2023-ra. Mekkora területet szánnak a kukoricának és napraforgónak, vagy hogy egyáltalán vessenek-e jövőre ezekből, az idén alig termő növényekből. Domovár város önkormányzata és a Dombovári Sportszövetség díjazta a 2022-ben kiemelkedő eredményeket, példaértékű teljesítményt nyújtott sportolóit. Rendkívül büszke mind a város, mind a sportegyesületek arra a 32 tehetséges fiatalra, akik kitartó munkájuk elismeréseként vehették át a díjakat. Utóbbit Pintér Szilárd polgármester és Szabó Csaba a sportszövetség elnöke adták át a diák sportolóknak az ünnepség keretein belül. Regionális híreink következnek. Naperőmű biztosítja a villamos energia ellátást. Több mint 300 millió forintot nyert a Harkányi gyógyfürdő. Nem tudnak több kutyát befogadni. Megtelt a pécsi Misina állatmenhely. Szakembereket képeznek a hidrogén gazdaságnak. Pécsi cég kezdeményezte az együttműködést.
Naperőmű épül hamarosan a Harkányi gyógyfürdő területén. Egy topos pályázatnak köszönhetően több mint 300 millió forintból valósul meg a beruházás. A korszerű technológiának köszönhetően a strand villamos energia ellátásának közel 20%-át válthatják ki, ami a mai nehéz helyzetben kiemelt fontossággal bír. Újabb pályázatnak köszönhetően fejlődhet a Harkányi gyógyfürdő. A terület és település fejlesztési operatív programban elnyert több mint 300 millió forintból naperőművet építenek a strandon. Egy nagyobb és egy kisebb berendezés segíti majd a működést. Ez a beruházás a fürdő villamos energia ellátásának közel 20%-át biztosítja majd. Ez több szempontból is egy értékes beruházás. Egyrészt az emelkedő energiaárak mellett csökkenti a fürdő kiadásait. Számításaink szerint körülbelül a jelenlegi árak mellett egy olyan 100-120 millió forintos költségmegtakarítást lehet elérni, illetve ez zöld energiával fogjuk üzemeltetni a fürdőnek a szivattyúit és egyéb gépészeti berendezéseit. A közbeszerzés zajlik jelenleg, és minél gyorsabban szeretnék megvalósítani a terveket. Mivel ez a város legnagyobb turisztikai attrakciója, a tulajdonos önkormányzat számára is fontos egy ilyen fejlesztés, és feladata is, hogy biztosítsa a feltételeket. A mai világban ugye a hatékonyság növelés a legfontosabb, tehát ezek a fürdős pályázatok most kimondottan erről szólnak, hogy hogyan tudjuk a fürdő működését, jövedelmezőségét jobbá, hatékonyabbá tenni, mind energetikában, mind működtetésben. Hát ezek a céljaink úgy tűnik, hogy ha minden jó megy, akkor ezek teljesülnek, mert a forrás megvan hozzá. A Harkányi gyógyfürdő egyébként az évek alatt számos átalakuláson ment keresztül. A fejlődés pedig nem áll meg, hiszen a kor elvárásainak és a vendégeknek is meg kell felelni. Kitették a megtelt táblát a pécsi Misina állatmenhelyre karácsony előtt. Nem tudnak több kutyát befogadni az állatvédők a telepen. A szervezet vezetője azt mondja, jelentősen megnövekedett az otthonukat vesztett ebek száma. Ráadásul a menhelyen nem lehet a társaikra veszélyes fajtákat együtt tartani, így nincs már elég helyük, ezért döntöttek a befogadás felfüggesztése mellett. Kutyák a kennelekben a Misina Állatvédő Egyesület menhelyén, Pécs-Somogyon. Több állat már nem kerül be ide egy ideig, tudtuk meg a szervezet vezetőjétől csütörtökön. Megteltünk 28 év után, soha nem volt még ilyen helyzet. Csökken az befogadási kedv. Én azt gondolom, és a visszajelzésből azt látom, hogy ennek elsősorban gazdasági okai vannak. Másrészt pedig hát egyre több kutya érkezik be. Sajnos azt a döntést kellett hoznunk a vezetőséggel, hogy az elkövetkező időben csak a szerződéses kötelezettségeinknek tudunk eleget tenni, ami azt jelenti, hogy a Pécsi Gyermekmesteren keresztül fogjuk tudni befogadni a kutyákat. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a talált állatokat nem segítenék visszajuttatni a gazdáikhoz. Tehát csiplaolvasásban segítünk, az internetes gazdakeresésben segítünk, de utcáról csak akkor fogunk tudni befogadni kutyát, hogyha ezek a helyzetek kicsit normalizálódik. Gyakorlatilag azt kell mondjuk, hogy most minden kennelünk, minden főhelyünk tele van. Ha nem hozunk egy ilyen korlátozást, akkor ez gyakorlatilag a bent lévő állatoknak a javásolnak. Egyszerűen nem tudjuk hova tenni az állatokat. Farkas Tamás azt mondja, mintegy 70-80 olyan kutyájuk van, amelyeket nem lehet más egyedekkel együtt tartani. Ezek az úgynevezett harci kutyafajták, amelyek agresszívak a fajtársaikkal. Ezért jelenleg 220 kutyát tudnak befogadni, ez a létszám pedig betelt. A Misina állatmenhelyen továbbra is várják a száraz és nedves kutya eledeleket adományként, továbbá takarókra, plédekre is szükségük van kutyáiknak. A jövő iparágát jelenti a hidrogén gazdaság, mondják a szakemberek. Az új meghajtás és energetikai technológiában úttörő pécsi cég ezért kezdeményezte közös képzés kialakítását az egyetemmel. Ezért a gazdasági igényekhez igazított PTE képzésének kialakításában való aktív közreműködésért elismerést vehette át a családi vállalkozás alapító tulajdonosa, a nemrég a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Hidrogén meghajtással működik ez a hajó, amit egy pécsi cég fejlesztett. A járművet még tavasszal mutatták be a belvárosi bevásárlóközpont udvarán, a pécsi értékkiállításon és vásáron. A családi vállalkozás tulajdonosa azt mondja, ez a meghajtási forma és a ráépülő iparág óriási fejlődést kínál már most. Nem a jövő, ez a jelen. Ez a jelen. Tehát jelen, mert óriási érdeklődés van ezek iránt, a technológiák iránt.
A hidrogéncellák alkalmazása a teljes közlekedési ágazatot új alapokra helyezi a következő időszakban. Éppen ezért fontos a megfelelő szakemberek képzése, amit kezdeményeztek. Ezért kapott elismerést a cég tulajdonos decemberben a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál. Egy új iparág épül, ez a hidrogéngazdaság, és itt még nincsenek meg az országunkban azok a szakemberek, akik ebben a gazdaságban majd komoly eredményeket tudnak felmutatni. Ezért kezdeményeztük a Pécsi Tudomány Egyetem Műszaki és Informatikai Karával ezt a közös munkát, és akkor az elmúlt évben már beindult a tüzelőanyagcellás szakmérnök képzés, amire ugye országosan is igen jelentős érdeklődés mutatkozik. Ezért kell a területhez értő szakmérnököket képezni. A hidrogénhajtás lényege, hogy a vízmolekulákat bontják hidrogénre és oxigénre. A cellák segítségével olyan reakciót hoznak létre a két anyag között, amelyben elektromos energia keletkezik. Ezt fogva munkára lehet például működtetni a felvételen látható kisautót. Fontos, hogy a folyamat végén nem keletkeznek a környezetre veszélyes üvegházhatású gázok, csak víz. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Országos jótékonysági vadászat, 6-szor több adomány gyűlt össze Tolna megyében, mint tavaly. Együnk együtt egyformát, 1500 adag étel készült idén. Sok dolguk volt a rendőröknek, verekedések és balesetek is történtek Tolna megyében karácsonykor. Nagy károkat okozott az aszály, gyenge lett a kukorica termés 2022-ben. Szerdán az elmúlt napokhoz képest pár fokkal alacsonyabb hőmérséklet várható. Délelőtt néhol lehet ugyan párásság, de többségében derült égbolt lesz a jellemző. Mérsékelt északnyugaton élénkebb déli szél fúj. Délután változó, szakadozott felhőzet sodródik az ország fölé. Csapadék nem érkezik. Éjszaka többnyire gyengén felhős égbolt mellett fokozódhat a párásság, ködfoltok is képződnek. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!